Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság második fordulójában már valamelyest körvonalazódtak az erőviszonyok. A játékhét egyik rangadójának az előzetes latolgatások alapján a tavalyi ezüst, illetve bronzérmes csatája ígérkezett. A Turulány nem rajtolt túl jól, kikapott a nyitányon, míg a Fedél Kft. Egy újonc együttessel osztozkodott a pontokon. Most lássuk a Turulány és a Fedél Kft. Összecsapását. Az előző bajnokság második és harmadik helyezett csapatának csatájának lehetünk tanúi. A 2002-2003-as Városi Kispályás labdarúgó bajnokság második fordulójában kékmezben a Turulány, amely együttes tavaly az ezüstérmet szerezte meg, balról jobbra támad a képernyőn, és piros-fehérben pedig a Fedél Kft. Ellentétes irányban ők egy bronzérem mellettebb gazdagabbak a múlt pontvadászatban. A Turul kezdte a játékot, és most már a Fedél Kft. Rúghat szabadrúgást. Az biztos, hogy a Fedél Kft. Csapatának nehéz dolga lesz ezen a mérkőzésen, már csak abból kiindulva, hogy cserejátékos nélkül jelentek meg a Videoton oktatási központban. A Turulány együttesének pedig szinte második sora áll rendelkezésre a alapvonal mellett. Kis Róbert a labdával Farkas próbálja betenni középre, Tóth Péterben akad el a labda. Aztán egy újabb bedobás a másik oldalról. Kis Róbert lábbal végezte el azt Schneider. Kis Gábor Karsainak hátra. A Turulány kezdő együttese a kapuban a Fekete Ferenc, mezőnyben pedig 17-essel Karsai, 10-essel Kis Róbert, 5-össel Schneider, 13-assal Kis Gábor és 18-assal Farkas István. A Fedél Kft-nél pedig ugye csak kezdő csapatról lehet beszélni. Cserejátékosok nélkül a kapuban Lánk Péter, a mezőnyben pedig 12-essel Tóth, 4-essel Borostyán, 2-essel Holdvilág, 9-essel Horváth Zoltán és 1-essel Horváth Zsolt. Schneider, Karsai, Schneider kapja vissza. Kis Róbert érkezik a felező vonal mellé a labdáért. Karsai. Holdvilág szerzett labdát, és aztán Horváth Zsolt, majd ismét Holdvilág a labdával. Feketének kellett védenie, szöglet lett a dologból. Holdvilág ismételhet, azonban most már bedobással Horváth Zsolt. Nem sokkal került el a labda a kaput lövése nyomán. Harmadik perc, 0-0. Az első fordulót a Turulány vette nehezebben, hiszen az Aprilia Motoros volt együttesétől 4-2-re kaptak ki. A Fedél Kft. Pedig egy 4-4-es döntetlent játszott az újonc Felitával szemben. Karsai rendkedvért azonban, azért elmondom, hogy a tabellán egy mérkőzés után a Fedél Kft. A 7., míg a Turulány a 12. helyen áll. De hát egy mérkőzés, egy forduló után nem igazán érdemes a tabellát nézegetni. Schneider, Karsai fúj fel, nem is volt rossz a lövés. Láng azonban pont ott állt a rövid saroknál, és könnyedén fogta a labdát. Láng kapus kirúgása. Kis Gábor adja haza. Feketét zavart a Horváth Zsolt. Fedél bedobás.
Borostyán, Horváth Zsolt és aztán Karsairól hagyja el a labda a játékteret. Borostyán bedobása. Az ötödik percben szöglet. Kis Gábor ért bele. Horváth Zsolt szöglete, és aztán ismételhet. Horváth Zoltán, Schneider. Kapu előtt másfél méterrel mentett. Fekete húzta le a labdát, és aztán most már Farkas futtatja a jobb oldalon Schneidert. Borostyán keresztezett, turul bedobás következik. Schneider lángöklözi ki, Holdvilág. Borostyán, kis Róbert lábát érte utoljára a labda. Horváth Zoltán, Horváth Zsolt. Elveszti, de aztán visszaszerzi a játékszert, majd elcsúszik. Láng. Borostyán felé. Nem tudta levenni a labdát. Fekete szerezte meg, Cseréla turul. Kis Róbert helyett Kovács Attila a pályán. És aztán Magda Csaba, Rózsa Csaba. És Mádi is pályára lép. Itt át teljes sor cserélt a Dorullány együttese, úgy ahogy azt meg lehetett jósolni a mérkőzés elején. Az eset pikantériája, hogy a 15-ös számmal játszó Rózsa Csaba az előző bajnokságban éppen a Fedél Kft-ben játszott és rugdosta a gólokat. Most tehát volt csapata ellen lép pályára. Kérdés, mekkora sikerrel. Mádi, Magda. Karal. Nem tudta betenni középre a labdát sarokkal. Ketten állták útját a labdának a fehérmezesek közül. Nyolcadik perc, 0-0-ás mérkőzés állás. Borostyán. Horváth Zsolt nem érte bele túl szerencsésen. Kipattant az oldalvonalon túlra. A fejéről a labda. Karal. Magda. Parral kapja vissza. Horváth Zsolt majdnem elcsípte. Rózsa. Elválasztják a labdától. Horváth Zsolt lövi el. Nem sokkal ment mellé. Eddig két veszélyes kapura lövése volt a Fedél Kft-nek. Mindkétszer centiméterekkel került el a labda a bal kapufát. Kovács. Parral. Kovács. Rózsa. Parralt előzték meg, de visszakerül hozzá a labda. Parral, Mádi kapufa, és így már 1-0-ra vezet a Turullány együttese, a gólszerző pedig Parral Bálint, akinek már csak az üres kapuba kellett pofoznia a játékszert. A 9. percben megszerzi a vezetést, tehát a tavalyi ezüstérmes. Rózsa. Kovács viszi tovább. Rózsa a jobb oldalon, aztán beközépre, szép támadás. A gólszerző Kovács Attila. Rózsa Csaba gólpaszt ad.
Fél perccel az első találat után már is növeli előnyét a kékmezes együttes. Tizedik perc, 2-0 az eredmény. Horváth Zoltán távítja meg, pontosabban veszik el tőle a labdát. Magda pertíti vissza Parralna. Aztán Parral is ugyanezt tette volna, Horváth Zsolt azonban megelőzte a túró 6-os számú játékosát, Magda Csabát. Parral. Ádi nem figyelt. Egy pillanatra a háta mögé érkezett a labda. Így oda a lehetőség. Holdvilág. Paraltól kapott egy rúgást a bokájára. Horváth Zsolt. Kioszt egy kötényt, Horváth Zoltán egyből lő, ahogy lefordul. Fekete azonban jól érezte. És védte a lövést. Horváth Zoltán. Fedélbedugás. Orostyán. Magda kíséri, aztán Rózsa is odalép, elveszik a labdát a kékmezesek. Magda. Tóth Pétert próbálta becsapni, ez egyelőre nem sikerült. Parallnál a labda, aztán Mádi. Rózsa indul be, kapja is. Messze pattan tőle. Horváth Csaba, illetve Horváth Zsolt a kezést. Rózsa lövi el, Láng véd. Tizenkettedik perc. Holdvilág. Magda, aztán Holdvilág lép ismét közbe. Parral. Mádi. Kovács. Holdvilág, Horváth Zsolt, Parral, vigyel bajjal, de tartja a labdát, aztán most már Rózsa Csabánál, Magda, egy kötény, Rózsa, maga biztosan játszik a Turullány együttese. Holdvilág csúsztatta meg fejjel, Turul bedobás következik. Újabb sorcsere a Turulnál a 13. percben. A kezdő együttes a pályán. Láng rúgja ki, Horváth Zsolt mellett leveszi, Horváth Zoltánnal játszik össze. Horváth Zsolt ellövi fordulatból. A labda azonban messze elkerüli a Turul kapuját. Kis Róbert. Karsai, Schneider, Kis Gábornak hátra. Karsai, Schneider, Kis Robert, Schneider kapja vissza a kényszerítőt. Felszabadul a Fedél Kft. Kapuja, Borostyán Oszival teszi maga elé, Horváth Zoltán pedig, de szép ellenakció volt. Horváth Zoltán lába előtt azonban elsuhant a labda. Így marad a 2-0-ás Turullány vezetés. Kis Gábor. Tóth Péter. Aztán fekete kapus. Schneider. Kis Karsai. Kis Robert, Kis Gábor összjáték. Majd lángkapus. Szerédítheti meg a labdát. Farkas. Tóth Gábor akad el.
Schneider. Tang? Igen, merész volt. Schneider lépett ki Horváth Zoltánt megelőzve. Kis Gábor Horváth Zsolt viszi tovább. Kis Gábor beéri, és szerelés. Karsai. Horváth Zoltán szerez labdát. Tóth Péter. Korostyán. Farkast cselezte ki. Másodszor is. Kis Róberten nem jött túl. Horváth Zsolt. Ő igen, Korostyán. Kis Gábor érkezik. Tizenhatodik perc. 2-0-ás Turullány vezetés. Farkas bedobása. Schneider. Kis Gábor. Nagyot esik. Horváth Zsolt volt szabálytalan. Szabad rúgás a Turullány javára a 17. percben. Farkas! Szép szabadrúgás kombináció volt. Farkas István azonban a kapu fölé lőtte a labdát. Ott tátongott pedig előtte, üresen, szinte a teljes kapu. Kis Róbert. Schneider. Horváth Zoltán szerez labdát, három fehérmezes indul meg. Horváth Zoltán lő a kapu mellé, illetve fölé. Schneider. Kis Róbert, Schneider, Kis Gábor összjáték. Kis Róbert. Még mindig ő tartja a labdát. Aztán Tóth Péter lép közbe, ő pedig kirúgja. Turul bedobás. Farkas. És aztán kirúgás következhet. Tóth. Láng kapus kapja vissza. Kis Róbert szedi le a levegőből a labdát, aztán Horváth Zoltán térdel teszi tovább. Horváth Zsolt. Egyelőre nem tudják szerelni a Fedél Kft. Játékosait a kékmezesek. És aztán következik a gólszerző sor a Turulban. Nádi. Horváth Zsolt szerez labdát, lő, a kapufát találja el. Rózsa. Három támadó, három védő. Borostyán. Tóth. Elakad. Kovács. Rózsa. Kapu mellé pattog a labda. Lángi kirúgása. Paral. Horváth Zsolt. Rózsa. Szabad rúgás. Magda Csaba végzi el a szabadrúgást. Láng öközte vissza a mezőnybe. Paral átragurítja fekete kapusnak, aztán tőle kapja vissza. 20. perc, 2-0-ás Turul vezetés. Paral Bálint tartja a labdát Cselekkel. Mádi.
most nem értették meg egymást Magdával. Horváth Zsolt. Tóth. Horváth Zsoltnál ismét a labda. Ő veszélyezteti a legtöbbször a turul kapuját. Holdvilág. Ez most elakadt Mádiban. Holdvilág tartja még. Két ember között viszi tovább és passzol Tóthoz. Harald Bálint pedig kilép. Horváth Zsolt szerzi meg tőle a labdát. Ide-oda partol most a játékszer. Két érintőznek a csapatok. A Fedél Kft. Indíthat támadást, ha nem veszti el a labdát a 21. percben. De most már fordul a kocka. Magda. Kovács. Rózsa. Horváth Zoltán bedobása. Holdvilág. Visszakerül hozzá a labda. Kovács. Horváth Zoltán lép közbe, így turul bedobás következik. Magda veszi kézbe a labdát. Mádi. Fölé. Aztán szögletet reklamál. Magda. Rózsa Lánk. Horváth Zoltán félére érkezik. Horváth Zsolt egyből lő bal lábbal. Feketének kellett védenie. Paral. Rózsa. Paral kapja vissza. Elpattam tőle a labda. Borostyán. Horváth Zoltán, Paral, Mádi. Ez már a 23. perc történése. Paral, Tóth, Horváth. Holdvilág szelidíti meg egyes ernyőcsel után. Aztán Horváth Zsolt. Paral fut a bal oldalon. Paral. Lángvéd, szöglet. Mádi érkezik, nem találta el jól a labdát, Láng azonban nem tudja megkaparintani. És Mádi ismétlése nyomán kirúgás következik. Láng. Horváth Zoltán. Világ. Megvárta még egyet, pattan a labda, aztán lőtt, azonban célt tévesztett. Mádi viszi tovább erőszakosan a labdát, aztán kapja vissza, Horváth Zsolt érkezik hátra, és Mádi megrángatja a labrágját. Mehet tovább a játék, Borostyán. Magda kezére pattan a labda, de mehet tovább. Borostyán lő, fekete véd. Magda. Kovács. Borostyán. Horváth Zoltán. Mádiról megy ki. Az első félidő utolsó percén túl. Magda. Horváth Zsolt. Magda szerelte Horváth Zoltánt. Tóth. Egyelőre tartja a labdát.
volt szabálytalan. Tóth Péter, Mádi, Magda, Borostyán. Aztán Magdához kerül vissza a labda Horváth Zsolt révén. Kirúgás következik. Láng Péter rúgja ki holdvilág fejjel feketé. Harall. És vége az első félidőnek, 25 percnyi játék után tehát Harall és Kovács góljaival 2-0-ra Turullány vezet. Labda szöglet. Schneider fölé. Láng rúgja ki. Horváth Zsolt. Borostyán. Róbert érkezett a területre, ahova a labda is. Láng azonban résen volt. Tóth Péter fejeli ki, holdvilág. Karsai vissza. Kis Róberthez kerül a labda. Karsai lángból pattan ki a labda. Tulajdonképpen oda érkezett a lövés, ahol a kapus állt. Tóth. Aztán láng rúgja ki. Egészen pontosan a nézőtérre. Karsai. Borostyán. Karsai. Borostyán kapja vissza. Horváth Zoltán. Fekete piszkált bele reflexzel. Így szöglet lett a dologból. Zoltán szöglete elakad Karsaiban. Farkas merre veszi, aztán tovább egyből Kis Róbert felé, nem jutott el hozzá a labda. Bizonytalan most a Turul védelme. Feketének kellett tisztáznia. Aztán Horváth Zsolt passzába. Karsai piszkál vele fektében. Horváth Zsolt. 30. perc. Kis Robert Schneider futtatja. Schneider.
kiengedte a labdát, bedobás. Varsai. Szöglet. Schneider. Kis Gábor lőtt kapura. Karsai ismételhet szöglettel, hiszen láng kapus ért bele utoljára. Farkas lábáról pervül fel a labda, és aztán felszabadul a Ferél Kft. Kapuja. Egyedik perc, továbbra is 2-0-ás Turullány vezetés. Újabb csere a két mezeseknél, Rúzsa. Rúzsa Zsaba egyelőre nem veszélyezteti igazán volt együttese kapuját. Igaz, egy gólpasszal már hozzájárult jelenlegi gárdája előnyéhez. Paral. Mádi. Rózsa. Kovács. Szép váltás volt. Mádi a bal oldalon. Mádi. Ellőtte a labdát a kapu mellé. Érkeztek középütt a társak. Tóth. Őre vágja. Nem tudja megszerezni. Kirúgás. Helyett szöglet. Horváth Zsolt szöglete. Magda. Rózsa. Paral. Tartja a labdát. Rózsa, kapufa, és aztán láng veszi birtokba. Horváth Zsoltról ment ki a labda, Rózsa a bedobás után. Kovács tartja meg, Magda. Kristján rúgja ki a labdát. A 33. percben járunk. Magda. Tud. Magda fejeli vissza. Rózsa. Mádi. Magda. Rózsának tovább leveszi a labdát, aztán lő. Nem találta el jól. Láng rúgja ki, Magdát találja telibe. Tóth Péter. A Fedél Kft. Nem igazán találja a Turullány ellenszerét. Támadásaiban sincs igazán elképzelés. Sok a hiba, és ez is annak eredménye, hiszen Paral Bálint megszerzi a harmadik gólt, harmadik Turullány találatot, a 34. percben egy levágódó lecsorgó labdát juthatott végül a kapu jobb alsó sarkába. Paral második gólját szerezte. És elcsúszott, elborult a labda. Paral. Rózsa.
Magda. Horváth Zoltán tépett ki. Mádi. Borostyán. Horváth Zoltán kapja, kapná, hiszen átlépte a labdát, gondolta ezzel, becsapja fekete kapust. Majdnem sikerült, de a hálóőr azonban résen volt, és még menteni tudott. Máli fejelte ki a labdát. Tóth Péter. Kovács tette bele a fejét a rúgásba. Horváth Zsolt leveszi a labdát, ketten támadják. Tóth Péter, Horváth. Paral szereli. Horváth Zsolt dobja a túloldalra. Borostyán azonban lekésett egy picit, hogy a bedobás volt túl gyors. Minden esetre marad a 3-0-ás Turullány vezetés, amikor a 36. percben járunk. Magda. Kapura tette a labdát, hát ha belepiszkál valaki. Holdvilág. Újabb kékmezes bedobás következik, amelyet lábbal végzett el Magda Csaba. Kovács. Rózsa. Holdvilág szerelte. A Feder Kft. Célja az idei bajnokságban, hogy egy stabil középcsapat legyen az együttes 5.-6. helyet tűzték ki célul. Nem érzik, úgyhogy meg tudják ismételni a tavalyi remek szereplést, amikor is a bronzéremig jutottak. A Turullány együttesének pedig különösebb tervei nincsenek, minden esetre ott szeretnének lenni az első 4 között, de leginkább az a lényeg, az a fontos számukra, hogy jó mérkőzéseket játszanak és jól érezzék magukat a pályán a küzdelem sorozatban. Holdvilág szöglete, Tóth Péter lőtt, fekete védett bravúrral. Horváth Zsolt, aztán Paral vette el majdnem tőle a labdát, amit Kovács meg is tesz. Magda, 2 szabad játékos, és 4-0 ezzel már a Turullány javára. Kovács Attila is dupláz, tehát Paral és Kovács osztoznak a gólokon. 38. perc, megint egy eladott labda a Fedél Kft. Részéről. És az üresen maradt 2 játékos elől megoldották a helyzetet. Négy nulla most már az eredmény, tehát a Turullány javára. Tóth. És tényleg milyen érdekes, hogy ugyanaz a sor szerezte mind a 4 találatot. Karsai láng lábáról pergült ki a labda az oldalvonalon túlra. Schneider bedobása farkas kapásból, nem találta el jól. Felszabadul a Fedél Kft. Kapuja, de csak időlegesen, hiszen visszakerül a kezdeményezés joga a Turullány együtteséhez. Kis Róbert, Horváth Zoltán szerelte határozottan. Aztán már megint a kékek lendülhetnek támadásba. Schneider, kapufa, és az ismétlés már bent van. 5-0 az eredmény. Kis Róbert a gólszerző. 39. perc. Kis Róbert rácáfolt az 1 perccel ezelőtt mondottakra, hiszen most már így, tehát a második sor és a kezdő sor is betalál az ellenfél hálójába. 5-0-ás Turullány vezetés tehát a 39. percben. Így most már a Fedél Kft. Azt hiszem fel is adta a mérkőzést.
természetesen csak pszichésen, illetve lelkileg, ténylegesen azért nem adják fel, hiszen sportszerű csapat. Kis Gábor, Karsai, Farkas mit tudott megint kihagyni, mint az imént a kapufánál, most is elég furcsán ért a labdába, hiszen nem volt előtte más. Tóth, Horváth Zsolt. Jó elgondolás volt, a kivitelezésbe azonban hiba csúszott. Megkezdődött a találkozó utolsó 10 perce, a 41. minutumban járunk. Fekete jön ki a kapujából, majd a 9-es vonalig. Tóth Péter, Horváth Zsolt, Borostyán, Kis Gábor, Schneider, Farkas, Karsai, fölé. Sok helyzetet elpuskáznak azért a turullány játékosai, annak ellenére, hogy 5-0-ra vezetnek. Kis Róbert. Most hol világ hibázott a kapu előterében. Karsai. Horváth Zsolt lép ki és szerez labdát, aztán Karsai keresztez. Kis Róbert. Szöglet. Borostyánról ment ki a labda. Schneider. Karsai. Horváth Zoltán bedobása, Holdvilág. Karsairól vágódott le, szöglet. Megint Karsai ért bele. Horváth Zsolt inkább a bedobást választja. Borostyán tette kapura a labdát, fekete védett. Megint középre tartott a lövés. Horváth Zsolt lövi el ballal. Mellé. A 44. percben járunk. 5-0-ás turulvezetés, Schneider jön hátra a labdáért, aztán Kis Gábor vezetné fel, ha Horváth Zoltán nem lenne szabálytalan. Hátulról kocintotta össze Kis Gábor bokáit. Fekete, Holdvilág, Horváth Zsolt, Horváth Zoltán rálép a labdára, így oda a lehetőség. Schneider azonban szabálytalan volt, így szabad rugáshoz jut a fehérmezes Fedél Kft. Horváth Zoltán, nem figyeltek a turul védői, ezt kihasználhatták volna a fehérmezesek. Most már Holdvilág szabadított fel. Kis Róbert. Schneider. Schneider még. Kis Róbert. Kis Gábor kéri a labdát a kapu előterében, nem kapja. Bedobás következik. 45. perc. Holdvilág. Horváth Zoltánnak ez hosszú.
az irányzék sem volt jó. Karsai, Schneider, majdnem kigurult a labda a vonalon túlra, kis Robert, kis Gábor. Nem is volt rossz a lövés, Borostyánon megpattant a labda, és a kapuba, valamint Láng Péter érintésével hagyta el az a játékteret. Farkas, kis Gábor, szép jelenet volt azonban, a labda elsuhant a kapu előtt keresztbe. Marad az 5-0-ás Turullány vezetés a 46. percben. 4 perc van hátra tehát a mérkőzés rendes játék idejéből. Borostyán beszéde Horváth Zoltán. Borostyán kapja vissza, és nem tudja ellőni. Pedig a Fedél Kft-nek is megvannak a helyzetei, mégsem tudja azokat értékesíteni. Sőt, gyakran még lövésig sem jutnak el. Horváth Zoltán. Horváth Zsoltot várja be. 3 támadó, 3 védő, Horváth Zsolt, Borostyán, Horváth Zoltán, és ez is kimarad. Az utolsó 3,5 percre ismét cserélt a Turullány. Most már ez a sor fogja végigjátszani a találkozót. Parall kipöccintette a labdát. Horváth Zsolt magra lép közben. Fedélbedobás. Tóth. Horváth Zsolt. Horváth Zoltán, Holdvilág, Horváth Zsolt, Borostyán, Fekete. Nem tudnak túljárni Fekete eszén, és amikor ezt kimondom, abban a pillanatban szépít a Fedél Kft. Tóth Péter révén. 5-1-re alakítja ezzel a mérkőzés állását a 47. percben. Na, a becsületgól azért megvan. Borostyán. Kovács akadályozta meg, hogy tovább passzolja a labdát. Horváth Zoltán. Mádi. Kovács, majd ismét Mádi a labdával. Rózsa. Magda. Szöge. Holdvilág érkezett hátra. Magda szöglete. Rózsa fejeli le. Holdvilág pedig megszerzi. És aztán pedig eladja. Magda. Karal. Rózsa. Holdvilág ismét az, aki tisztáz. Mádi. Karal. Mádi csínybe kapta a labdát. Ezért meg tudta tartani. Magda. Borostyán mehet tovább a játék. Igaz, hogy a kezére, karjára pattant a labda, de szorosan a teste mellett volt. Magda, Borostyán szerzi meg. És aztán Horváth Zoltán. Érkezik Holdvilág, és nem tudja belőni a labdát. Üres volt a kapu. Holdvilág hiába vetődött, már csak az oldalhálóba tudta lőni a játékszert. Marad az 5-1-es Turullány vezetés, amikor az utolsó percen belül járunk. Mádi íveli előre. Horváth Zsolt szeridíti meg, aztán Tóth Péter, Magda,
Kovács, Rózsa mellé. Pedig akár meg is állíthatta volna a labdát, megnézhette volna magának a sarkot. Nem tette, egyből lőtt, és ez volt a helyzetveszte. Tóth Péter viszi tovább a labdát, Horváth Zoltánig jut el a játékszer. Horváth Zsolt, Magdában akad el, Parall, Rózsa, Borostyán szereli. Lehet, hogy ilyen aktívan kellett volna játszani a Fedél Kft. Játékosainak az egész mérkőzés folyamán, nem csak így az utolsó percekben. Most már letelt a rendes játékidő, az 51. percben járunk. És érzésem szerint itt már csak a Turulline alakíthatja az eredményt, ha egyáltalán tudja alakítani. Borostyánról vágódik ki a labda, még ezt a bedobást megvárják a játékvezetők. Kovács, Mádi, Kovács kényszerítő, Mádi, nagyon szép játék, és mégiscsak alakítja az eredményt a Turulline. Rózsa Csaba talál be volt csapata kapujába. 6-1 az eredmény az 51. percben. Horváth Zsolt, Tóth Péter, Horváth Zsolt kapja vissza. Mádi, és vége a mérkőzésnek, a Turulline remekül kihasználta létszámfölényét, és így könnyedén gyűjtötte be a győzelemért járó 3 pontot. Még egyszer a végeredmény, tehát Turulline Fedél Kft. 6-1. A második fordulóban születtek sejthető, de a vártnál meglepőbb eredmények is. Több csapat, mint a Bombon, az Aprilia és a Bádogos szárnyal, de volt olyan együttes, amely magára talált, és olyan is, amely továbbra sem tudott pontot szerezni. Most következzenek az összefoglalók. Egy 1 pontos és egy 3 pontos csapat találkozott a Fevita C plusz C összecsapáson. Az első félidőben a kékmezes C plusz C produkált inkább támadó szellemű játékot, és ennek meg is lett az eredménye. A gólokat látványos akciók végén rúgták az első osztály nagy öregjei, és a fiatalos játéknak 3 gól volt a jutalma 25 perc alatt. Fordulás után a Fevita többet támadott, de csak a szépítésre maradt ereje. A végeredmény 3-1 a C plusz C javára. A rutin, a tapasztalat, meg el kell a lelkesedés is, önállók nagyobb volt. Nálunk a ellenfél kapuja előtt sajnos minden tudományunk elfogyott, betömörült az ellenfél nagyon taktikusan, és ezt a védőfalat sajnos nem tudtuk áttörni. Hát ők pedig az első fél időben látottak alapján sajnos kontrából rúgtak 3 gólt, utána már sajnos nem tudtunk fölállni. Mi úgy indultunk neki, hogy minden győzelmet megbecsülünk, most 2 győzelem van, az a legfontosabb most. Az 1-0 ér is, és a 10-1 ér is ugyanannyi pontot adnak, a végelszámolásnál pontok számítanak. Remélem, hogy minél több pontunk lesz, ott leszünk a végelszámolásnál az első 4 csapat között. A MÁV Gépészet Klubfez a találkozón nagyiramú játékot és sok helyzetet hozott. Épp ez volt a probléma, hogy leginkább csak veszélyeztettek az együttesek. Az első játékrészben a pirosmezes Feca vezetést szerzett, majd a második félidőben a MÁV birtokolta többet a labdát. A MÁV Gépészet egyenítő gólja után az együttesek sokszor tesztelték a kapufákat mindkét oldalon. A találkozó hajrájában megint a Klub Fecának volt több lehetősége a gólszerzésre, de maradt az igazságos 1-1-es döntetlen. A helyzetek alapján szerintem nyernünk kellett volna. Ilyen a foci, nem tudok mit mondani. Hajtottunk, újjonztól, megteszünk mindent, ha majd lesz valami, hát most így sikerült. Nem is tudtam már számolni, hogy a végén hány kapufa volt összesen a két csapatnak, legalább 5 csapatonként. Szóval akármelyik mennyire lette volna, de nem lett volna igazságos, ha mi nyerünk, meg azzal kikapunk. Egy első fordulóban vesztes és egy győztes csapat randevúját hozta a Total Food Aprilia motorosbolt mérkőzés. Az Aprilia gyorsan vezetést szerzett, és már az első percektől látni lehetett, hogy kinyeri a találkozót. A fehérmezes játékosok nagyon magabiztosan játszottak, és szinte át sem engedték a Total Food együttesét saját tért felükre.
Az első félidei 3 gólt fordulás után még 3-mal toldották meg a motorosok, és csak a találkozó végén engedtek egy becsület találatot a kékfehéreknek. Így alakult ki a 6-1-es Aprilia győzelem. Úgy érezzük, hogy a játék az menni fog, igazából még azért el kell tenni egy-két mérkőzésnek, hogy tudjuk azt, hogy ki merre mozog. Alapjában a futballt ismeri mindegyik, de azért jobb, hogyha megismerik egymást. A többi csapat úgy vélekedik, hogy az Aprilia kiemelkedik a mezőnyből. Szerintem ezt azért még az elején azért nehéz így eldönteni, attól függetlenül, hogy két jó eredmény volt. Mert szerintem jó csapatok vannak, és biztos, hogy szoros lesz az eleje, hiszen 4-5 csapat, azt hiszem, hogy meghatározó lehet. Nem volt valahogy szíva a játékunkba. Talán még a futáson nem volt, de az elképzelés az egy kicsit hiányos volt, úgy gondolom. Hát mondom, egy meghatározó játékos hiányzott a csapatunkból, éreztük is, hogy nem úgy elő, nem úgy megy a játék, ahogy kellett volna. Igaz, voltak helyzeteink, de azt csak kontrákból tudtuk elérni. Nagyon jól tették a labdát, meg is látszik, hogy mindegyik össze vagy ők, úgy gondolom, hogy hát vagyis úgy tudom, hogy profi játékosok. A tavaly középcsapatnak számító Bálogos villámrajtot vett az idei bajnokságban. A második fordulóban a Süni és barátaival találkozott a zöldmezes együttes. A találkozó elején kiegyenlített volt a küzdelem, de a 25 perc elteltével a Bádogos egy góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél. A második félidőben aztán a Süni játékosai elfáradtak, és a Bádogos állva hagyta a tavalyi gólkirályt Őrsi Józsefet is soraiban tudó baráti társaságot. A találkozót végül 7-3-ra nyerte a Bádogos, begyűjtve az újabb 3 pontot. A Süni továbbra is 0 pontos. A Maratonsport Cooper SC összecsapás 2 nyeretlen együttes csatáját hozta. Az újonc zöldmezes maraton szerzett vezetést, de a Cooper gyorsan egyenlíthetett volna, de a büntető kimaradt. Az első félidőben a Cooper SC támadott többet, azonban sokáig nem tudott betalálni ellenfele hálójába. Fordulás után meglépett az újonc, és a félidő derekán már 4-1-re vezetett a maraton. Ezután jött a hideg zuhany, hiszen a Cooper SC talpra állt, egyenlített, majd a lefújás előtt a győztes találatot is megszerezte. Végül 5-4-re győzött a Cooper SC. Megint elkövettük azt a hibát, amit múlt héten, hogy egyszerűen elkezdünk rohangálni, észre körülbelül futunk össze-vissza, és igazából meccset nyerni nem lehet. Remélem azért, hogy később belerázódunk a dologba, és hát ennél már csak jobb lehet. Hajtottunk, az volt a legnagyobb erényünk a mai napon, mert szerintem jól nem játszottunk igazán, ókor-ókor, tehát nem folyamatosan volt jó a játékunk, hanem alkalmilag. Hiszen inkább a szívünk vitt előre, mint most a tudásunk. A Polyák BT és a Bonbon játékosai egy perces gyászszünettel adóztak a napokban elhunyt Csucsánszky Zoltán felesége emléke előtt. Az egész találkozón a Bonbon produkált magabiztosabb játékot. A fehérmezesek nagy kedvel és látványos megoldásokkal vezették támadásaikat, és már az első félidőben eldöntötték a 3 pont sorsát. A Polyák BT egy másik arcát mutatva enerváltan futballozott. Fordulás után aktívabbnak tűnt az újonc csapat, de nem tudott ellenállni a Bonbon játékosainak, akik 7-0-ra nyerték a találkozót. Ma megmutatták nekünk, hogy az első 6 környékén szeretnénk végezni, hogy kell futballozni. Hát ma nagyon gyengék voltunk, mert pontrugásokból olyan amatőr gólokat kaptunk, hogy góloknak a felét. Hát majd lesznek olyan csapatokat, akiket meg tudunk verni, a Bonbon az sokkal jobb volt, mint mi. Hála Isten, minden összejött, mondjuk az ellenfél is kellemes volt. Nem nagyon rúgtak, vágtak, ez nekünk nagyon fekszik, úgy néz ki. Múlt héthez képest sokkal jobban játszottunk, már sokkal jobb volt a csapatnak a játéka. Az első osztály eredményei a második fordulóból Fevi Tacsé plusz V 1-3, Turulány Fedél Kft. 6-1, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Klubvesza 1-1, Total Food Aprilia Motoros volt 1-6, Süni és Barátai Bádogos 3-7, Maratonsport Cooper SC 4-5, Polyák BT Bonbon 0-7. A bajnokságot a Bonbon vezeti, második az Aprilia, harmadik a Bádogos, negyedik a C plusz V, mind a 4 csapatnak 6 pontja van. Az ötödik MÁV Gépészet 4 ponttal áll a tabellán, hatodik a Turulline 3, hetedik a Cooper SC szintén 3, és nyolcadik a Polyák BT ugyancsak 3 ponttal. Aztán az egypontosok Fevita, Klubfeca, Fedél Kft., majd a pont nélküliek Maratonsport, Süni és Barátai, Total Food. Az 1B-ben a következő eredmények születtek a második játékhéten. Truck Trailer, B Ördögök 6-4, Ságépítő RT, Dekkebau 4-5, Opsitos Fészeképítők 1-8, P
Placbau, Fehérvíz 3-4, Erszáb Alba Logisztik, Széphő, FC Chelsea 0-4, Mástészta, Hungária Taxi 5-3, Zöldker, Korral 5-3. Itt a tabellát a Truck vezeti, második a Fehérvíz, ugyancsak 6 ponttal, harmadik a Fészeképítők, negyedik a Zöldker 4-4 ponttal, aztán van néhány 3 pontos együttes, a Sort pedig a 13. helyen és a 14. helyen az Erszáb, Alba Logisztik Széphő, valamint az Opsitos zárja 0 ponttal. Kedves nézőink, a jövő héten a harmadik fordulóban a C plusz V a Fedél Kft-vel, a Cooper SC a Fevitával, a Klubfeca a Maratonsporttal, az Aprilia a Sünés barátaival, a Turuline a Total Fooddal, a Bádogos a Polyák BT-vel, a Bombon pedig a MÁV gépészettel találkozik. Köszönöm figyelmüket, műsorunk végén viszontlátásra!